tovább bővült a Bakony utcai fűtőerőmű kapacitása, két új gázkazánnal bővült az erőmű. Ez azt jelenti, hogy így Székesfehérvár éves távhőrendszeréhez és melegvíz felhasználásához szükséges hőmennyiségének közel 85%-át már itt a Bakony utcában termelik. Még ősszel érkeztek ezek az új gázkazánok a Bakony utcai erőműbe. Tavaly novemberben született önkormányzati döntés arról, hogy megszünteti a termelőkapacitást a Széphő Zrt. A Királysori telephelyén. Az új központ egy része a Bakony utcában lesz. Itt pedig már a próbaüzem zajlik, amely egy hónapot vesz igénybe. Az egyenként 20 megawattos kondenzációs kazánokkal már 78 megawatt beépített hőteljesítménnyel rendelkezik a fűtőerőmű, így Székesfehérvár éves távhőrendszeréhez és melegvíz felhasználásához szükséges hőmennyiségének közel 85%-át már a Bakony utcában termelik, tovább csökkentve a királysori hőtermelést, és ezzel együtt a belvárosi terület környezetterhelését is. A királysori kitelepítés az tavaly novemberben egy önkormányzati határozattal indult el, illetve már korábban is, amikor átvettük ezeket a vagyonkezelt eszközöket, akkor láttuk, hogy a kazánok mindenképpen fejlesztésre szorulnak. A királysoron eléggé koros kazánok vannak, tehát mindenképpen valami fejlesztést kellett, hogy tegyünk. És akkor született meg az ötlet, és az önkormányzat ezt hagyta jóvá, hogy ne a királysori telephelyen, ami egy belvárosi terület, valósuljon meg ez a beruházás, hanem jöjjön ki, és ne egy centralizált, egy központi rendszer alakuljon ki, hanem egy több hőtermelő egységgel rendelkező, több betáplálási ponttal rendelkező egység. Ennek a keretében valósult meg most ez a két új 20 megawattos kondenzációs melegvízi kazán. Itt most már, ha jól látom, vagy ha jól tudjuk, akkor elindult a munka, de hogyha itt tényleg végérvényesen elkezdődik az a munka, amit önök elterveztek, akkor mi lesz a királysori telephelyen? Most jelen pillanatban úgy számoljuk, hogy a hőtermelésnek a nagyobbik része, kb. 80-85%-a már erről a telephelyről fog történni a következő fűtési idényben. Ez azt jelenti, hogy a királysoron csak akkor fogunk kazánt indítani, amikor nagyon-nagyon hideg van odakint, vagy ne adj Isten, valami műszaki probléma van. Mennyi területet fed le, hogyha lehet így kérdezni, ez a két új kazán? Hát ugye a többivel egyetemben, hát most itt hármat láthatunk a háttérben. A teljes területre, tehát a teljes hálózatra dolgozik rá, kivéve a kisebb hálózatainkat, a kisebb hőkörzeteinket, mint például a Köfém lakótelep vagy a Vásárhelyi út, de Fehérvár nagyobbik részére már ezek a kazánok dolgoznak. Honnan érkeztek egyébként ezek az új gázkazánok, és hát miben jobbak, mint a régiek? Ezek német gyártmányú Bosch típusú kazánok. Ezek annyiban jobbak, mint a régiek, hogy kb. 7%-kal jobb a hatásfokuk. Ezek kondenzációs kazánok, ami azt jelenti, hogy az eltávozó füstgázban, amikor gáz elég, akkor meleg füstgáz távozik, és ebből a füstgázból is visszanyerik azt a hőt, amit még hasznosítani lehet. Hát akkor mondhatjuk, hogy itt egyrészt cél volt az energiahatékonyság is, de az egészségesebb környezet is. Igen, a környezetvédelmi szempontból is ezek a kazánok lényegesen jobbak, tehát lényegesen alacsonyabb a kibocsátások, mint a korábbiaknak volt. A teljes beruházás közel 500 milliárd forintba került. Több szempontból is fontos most ez a beruházás. Egyrészt tovább tudjuk folytatni azt a megkezdett munkát, aminek a végeredménye az lesz, hogy a királysori gázutcai telepről az erőmű teljesen ki fog költözni. Most már a szükséges hőmennyiség 85%-át itt a Bakony utcában állítjuk elő, és ez nyilván környezetvédelmi szempontból egy nagy beruházás és nagy előrelépést is jelent. Részben nem terheljük a belvárost, részben nyilván ezek már jóval korszerűbb kazánok, jóval kisebb energiaráfordítással, hiszen 7-8%-kal kevesebb energiaráfordítással állítják elő a hőmennyiséget, ami nyilván akár egy téli időszakban, akár a hő esetében, akár pedig a melegvíz esetében az egy nagyon komoly megtakarítást is jelent, és nyilván a környezetnek jóval kisebb terhelését jelenti. Tehát ez legalább annyira környezetvédelmi beruházás, mint amennyire gazdasági beruházás, sőt, én hozzátenném, hogy városbiztonsági beruházás is, hiszen egy alapvető közszolgáltatásról van szó, akár a távhő, akár pedig a melegvíz szolgáltatás tekintetében. Nem olcsók ezek a kis jószágok, hiszen darabja egy ilyen kazánnak kb. 170 millió forint, itt most majdnem 500 milliárd forint volt a teljes beruházás a kísérő eszközökkel együtt, de azt gondolom, egy nagyon nagy és újabb lépés annak érdekében, hogy mindenki költözzön a
királysorról, és utána azzal a területtel lehessen egy rehabilitáció után valamilyen közösségi jellegű fejlesztést megvalósítani. És ami azt gondolom nagy érték, hogy ez most teljes egészében a Széphőgyi, illetve a városé, tehát ez a közösségnek a vagyonát gyarapítja, miközben egy alapvető közszolgáltatást biztonságos ellátás tekintetében szolgálja. Varga Tamás, Székesfehérvár országgyűlési képviselője a környezetvédelemre hívta fel a figyelmet a beruházás kapcsán. A Királysor már majdnem a belváros, tehát a város közepén lett volna ez a két kazán, én azt gondolom, hogy ez mind környezetvédelmi, mint zajterhelés szempontjából sokkal jobb helyen van itt a város szélén, azért ezek nagy és hangos kazánok, amikor üzemelnek. És egy tudatos építkezésnek egy következő állomásán vagyunk, amelynek az a célja, hogy a Királysoron minden ilyenfajta tevékenység megszűnjön, és az a ma már belvárosi terület valamikor a város széle volt, ma már nem az, a székesfehérvárjaké, mindannyiunké lehessen és birtokba vessük. Így most itt három kazán és a gázmotorok üzemelnek és termelik székesfehérvárjaknak a távhőt, a fűtést, ami azt gondolom ezekben a már mínuszos időkben nagyon fontos, és természetesen a melegvizet. Hát ugye itt most egy hónapon keresztül még csak a próbaüzem zajlik, de hát tulajdonképpen üzembe helyezték ezt a két új gázkazán, de mi a cél ezzel, illetve mi az, amit várnak a jövőben ettől a két új eszköztől? Mintegy 85%-át adja most ez a telephely ezekkel a kazánokkal és a gázmotorokkal a szükséges hőmennyiségnek, és természetesen az a cél, hogy mind a 100% vagy itt, vagy más helyszínen, de semmiképpen ne a Királysoron legyen, az lesz majd az utolsó állomása ennek az építkezésnek. Tehát ezentúl a Bakony utcában dolgozó gépek látják majd el a fűtési feladatok egy részét itt a városban. A királysori telephely termelőkapacitása hamarosan megszűnik, csak szükség esetén indítják újra az ott lévő kazánokat. Kedves nézőink, ez volt már az esti mérleg, de tartsanak velünk továbbra is, hiszen érdemes, én köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!